Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretett közösségünk, nagy öröm számunkra, hogy a Házas Hétvége Mozgalom romániai felelőseiként itt állhatunk és köszönhetünk benneteket és ezt a csodálatos kis közösséget, zenekart. Egy lelki napon vettünk részt, ezzel a keresztúttal szeretnénk hálát adni minden ajándékért, amit kaptunk ezen a napon. És nagy csodálattal hallgattuk többször is ezt a kis csapatot, és úgy éreztük, hogy erre itt mindannyiunknak szüksége van, és nagy ajándék lehetnek ők számunkra. Isten hozott benneteket, itt Székelyudvarhelyen is. Igazán a Jóistennek a gondviselése, hogy mi találkoztunk a zenekar egyik tagjával, Balázssal és Szilvivel, néhány évvel ezelőtt szinte idegenként, és a Jóisten úgy összefonta az utainkat, ezért hála a mindenható Istennek. Köszönjük, hogy itt vagytok, köszönjük, hogy vagytok, és hirdetitek az Istennek a jóságát, nagyságát. Szeretnénk elkísérni titeket, veletek, együtt Jézust ezen a keresztúton. Budapestről érkeztünk, és nagy hála van a szívünkben ezért az útért. Egyrészt azért, mert nagyon sokan imádkoztak, és nagyon sokan támogattak azért, hogy ez a keresztút ma itt megszólalhasson. Már megérintődtünk, ugyanis tegnap este Kolozsváron, a Piarista templomban már énekelhettünk egyet, és ott már a bevezetőkor sírtam, most már egy picit megedződtem, úgyhogy most már igyekszem pár szót szólni erről a darabról. Sík Sándor verse alapján íródott ez a zenemű 21 évvel ezelőtt, és azért gondoltuk, hogy a tavalyi szép jubileum után ez az idei év talán egy kicsit megkoronázása ennek a tavalyi ünnepünknek, hogy ide Erdélyországba is eljuthattunk. Annak ellenére, hogy egy ilyen mikrofon erdő mögött állunk itt önökkel szemben, ez egy imádság szeretne lenni. Éppen ezért a keresztútnak az állítatos formáját megtartanánk a tekintetben, hogy minden állomásnak az elején és a végén közösen válaszolnánk arra, hogy imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Végén pedig könyörülj rajtunk, Urunk, és mi azt válaszolnánk erre, könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a tisztító tűzben. Úgyhogy én szép imádságot kívánok mindenkinek, és Sík Sándor mottójával, amit itt kivetítve láthatnak, Jézussal induljunk a Golgotára. Első stáció, az ítélet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Kétezer éve a rend és a szabadság védelmében, törvény és birodalom érdekében, a Cézár és a Jehova nevében minden nap új-új pálca töretik. Íme az ember, a nyomorult ember, ítéltetik és öletik. Halljátok-e az ezredeken át az el nem múló ítélet szavát? Halljátok-e az ezredeken át az el nem múló ítélet szavát? Te,
ki az ítélőn ítélkezel, de bűne bánójával könnyezel, halld elfúló szavam, csak egyedül ne, csak a bárány nyomán indulhassak oda, hol elejétől fogva vár rám keresztemmel a Golgota. Feles az átok, közös az érdem, a bűn is közös, mindenkiért mindenki felelős. Fogadjátok ezt a kis ajándékot tőlünk, hálánk jeléjét, hogy elosztáltak ezt.